Fedák 15 éves korában a budapesti naplóban vette észre Rákosi Szidi Színi iskolájának hirdetését, és azonnal levelet is írt az igazgatónőnek, tudatva, hogy személyében hamarosan a kor legnagyobb magyar primadonnáját üdvözölheti diákjai sorában. A tanoda sikeres elvégzése után páratlan karriert épített. Erotikus kisugárzása elbővölte a férfiakat, a nők elegáns ruháit irigyelték és utánozták. Száját égővörösre, szemealját alját kékre festette, stánc közben ruháját olykor a térdéig felkapta. Ha a hírnév és művészet úgy kívánta, férfi szerepben is helytált. Így vállalt el Kacsó Pongrácz János Vitézének címszerepét is, amelyet több mint 500-szor játszott, s maga is tervezte Kukorica Jancsi jelmezét. Mindenkit megbotránkoztatott, mégis imádták, s minden alkalmat megragadott, hogy beszédtéma lehessen. A fővárosban ővé volt az egyik első automobil, amit maga vezetett, szerződéskötéskor kemény tárgyalópartnernek bizonyult, és csak sztárgázsiért lépett színpadra.